Augusztus 1-én elkezdődtek az edzések a Nyíregyházi Kosársuli bázisán, a Szent Imre Gimnázium csarnokában. Az elmúlt hónap végén, amolyan rávezetésként 45 fiatallal a Balatonon edzőtáborozott az NKS. Mint Farkasinszky Gyuláni szakmai igazgató elmondta, csapatépítés szempontjából is hasznos volt az egy hét, a kosárlabda és a strandolás mellett több olyan program is volt, amely komoly fizikai erőpróba elé állította a sportolókat. A hétvégi pihenő után pedig kezdődhettek az edzések. Napi két edzéssel dolgoznak a lányok, délelőtt és délutáni megosztásban. Külön edzenek a serdülő kadettek és külön a junior NB1, mert ugye azt nem tudjuk ketté választani. A közös időszakban a nagyobbaknak ugye ebéd után ők hazamennek, jól érzik magukat, pihengetnek. A kisebbek ugye az utazások távolsága miatt és a szülői felügyelet miatt, ők itt maradnak bent egy egész napra, ők ugyanúgy kártyázásra, különböző társasjátékokat töltik az időt még most, de gondolom én, hogy haladunk előre az időben, egyre fáradtabbak lesznek és örülnek, hogy egy kicsikét lefeküdhetnek és jól érezhetik magukat. Tehát ez egy 3 héten keresztül ez körülbelül ebben a rendszerben dolgozunk, és majd valamikor 4.-5. héten érkezünk el oda, hogy valami edzőmérkőzés férékebe is bekapcsolódhatunk, de ugye az meg kell ennek kellő edzésszámnak, akinek nincs meg a kellő edzésszáma, sajnos nem játszott mérkőzést, mert ugye nagyon fontos az, hogy játékosaink azok a bajnokságra olyan állapotban legyenek, hogy sérülésmentesen tudjunk neki vágni ennek az egésznek. Egy valaki hiányzik a játékosok közül, de Dobó Lilla igazoltan van távol. A nyíregyházi kosaras alapembere volt a debreceni U17-es világbajnokságon 6. helyen végző válogatottnak, ezekben a napokban pedig az U18-as válogatottal készül. Egy olyan játékost sikerült itt az évek alatt felkészítenünk a versenyekre, aki nem, hogy az U17-es VB-n szerepelt, és ugye ott azért kulcs szerepet játszott, mert nagyon sok játékperce volt, tehát 20 perc felett átlagolt, ami azért úgy gondolom, hogy nem kevés, hanem ugye most megtörtént az a, nem azt mondom csoda, de mondhatjuk az is csoda, hogy visszahívták az U18-ba is, ami valamilyen szinten egy óriási öröm számunkra, hogy óriási öröm, hogy ilyen tehetséges játékosok nevelkednek a kezünk alatt, de valamilyen szinten a gyereknek ez megterhelő is. Tehát ugye lassan 2 hónapja folyamatosan edz, ami azért mentálisan és fizikálisan is azért komoly erőfeszítéseket igényel tőle, de büszkék vagyunk rá, örülünk neki, hogy sikerült végül ezt az eredményt elérnie. Mint a szakmai igazgató elmondta, a serdülő és a junior csapat számára a kiemelt bajnokságban való szereplés a cél, a felnőtt együttes pedig megcélozza a dobogót az amatőr NBA csoportjában.